Hát köszöntelek benneteket, szombat, tehát a találkozás ideje. Minden szombaton ugye más meghívott vendégünk van, előadónk, vagy előadóink vannak. Hát most is egy újabb lehetőség. Minden szombat esetleg más témák, de általában azt vettem észre, hogy ezek a más témák annyira nem mások, mert az igazság egy van, tehát máshonnan közelítjük, de egy irányba jutunk. Aztán mielőtt még elkezdenénk, és itt van mellettem, fogadjátok szeretettel Szőlősi Ildikót, kérem. Van egy kis, hát én úgy gondolom, hogy egy válaszadásunk még, és azt gondolom, ez az utolsó válaszadásunk. Ez nem más irányba megy, mint az Ámos Király Televízió vezetője, illetve hát vezéréhez, aki mindig megnyilvánul rólunk, kifejezetten Hubinyi Tamás felé. És itt jelezném, hogy részemről ez az utolsó válasz felé, tehát innentől nekem teljesen mindegy, hogy kivel, mit beszél, hogy érint minket, milyen szándékból, milyen hülyeséget találnak ki. Én úgy érzem, hogy utoljára válaszolunk, és ezt én már megtettem ezelőtt pár napja, azaz pénteken, és miután Ildikó is sűrűn meg volt találva, és én úgy érzem, hogy teljesen jogtalan, és van bőven sérelme, aminek őt kitették, szeretnék teret adni, hogy akkor együtt utoljára fogunk válaszolni, és ezt a választ megüzenjük. Tehát én nem is gondolkozok tovább semmilyenen. Tehát én azt gondolom, neked se ez a legfontosabb az életedben, hogy ilyenekre válaszolj. Nekünk meg biztos nem, és annak a közösségnek, aki ide jár, vagy aki hallgat minket, annak egész biztosan érdektelen továbbra ez a téma. Tehát levesszük véglegesen. Úgyhogy akkor te is tudod, hogy kiről beszélek, azt is te sokkal előbb voltál abban a körben, mint én. Ráadásul te nagyon sok olyan anyagot szállítottál, sok olyan hozzászólásod volt, telefonálásod volt, ami azért példamutató, hogy egy televíziós műsornak a történetében egy olyan betelefonálói kör is volt, amíg én emlékszem évek ezelőtt, amiért én is hallgattam azt a műsort. És én még nem telefonáltam, mert minden műsorra én rendkívül óvatos voltam. És amikor nekem ajánlották az Ámos Király Televíziót, egy barátom, és mondta, hogy van egy csatorna, elég jól beszél az illetet, mondta, hogy hát én már sokat hallottam, aki elég jól beszél, sőt, ma is nagyon sok ilyen van, csak mit? És elkezdtem hallgatni, és egy olyan jó fél év, háromnegyed év volt, majdnem egy év, amikor egyszer szántam rá időt, és akkor azt mondom, na jó, akkor legközelebb betelefonálok. És én téged akkor már többször hallottalak, és még nagyon sokat, akik mindenki eltűnt belőle. Tehát az, akit ma hallanak ott, az már töredéke, de töredéke annak a közösségnek, azoknak a betelefonálóknak, akik rendkívül magas szinten tudtak hozzászólni, és öröm volt hallgatni. És most üzenem, akik még telefonálnak, vagy hallgatják az Ámoska Televíziót, nincs baj azzal, hogy ő ezt hallgatja, az a baj, ha nem gondolkozik, hogy mit hall. Tudod, ez a legnagyobb baj, mert nagyon-nagyon sok, nagyon okos, nagyon értelmes és igazi magyar emberek hallgatják még mindig, akiknek feltétlen lehetőséget kéne adni, hogy esetleg válaszoljanak azok is, akiket sértenek. Mert mi nem támadjuk egyetlen műsorunkba, te se, soha nem hallom, hogy emlegeted, én se tettem, amiért én megszólalok, az azért, mert nekem jelzik, hisz az az érdekesség van, amit már múltkor is mondta, hogy tudjál róla, hogy ezelőtt egy éve én mondtam még a Tamásnak még való február-márciusban tavaly, hogy hát rá kéne szánod magad, hogy a Facebook oldalon megjelenni, és az sikeres is volt, mert több elérhetőség is volt, többen tudtak bekapcsolódni. És ugye akkor még voltak lezárások, meg egyéb dolgok, és akkor javasoltam azt is, hogy elég komoly közönség összeverbálódott, érdemes lenne elmenni ilyen találkozókra a Pilisbe. És az elég népszerű is volt. Sokatokkal akkor találkoztam először. És teljesen más volt akkor még ez a gondolkodás, de már akkor néha belengte valami, hogy ilyen csak azt lehet mondani, amit én engedélyezek.
meg amire én jóvá hagyom. Én úgy gondolom, hogy én itt mellettem, te is megszólalhatsz, és azt mondasz, amit akarsz, amit úgy érzel, hogy el kell mondjál, meg mindenki. És mindenki azt a kérdést tegye föl, amit ő foglalkoztatja, és nincs olyan, hogy te nem teheted föl, meg te nem mondjál ilyet, mert majd, ha ilyet mondasz, vagy ha ide jössz, vagy ha nem mész máshova, ez tűrhetetlen. És ezt láttam én, és nagyon-nagyon sok olyan te telefonálót hallgattam, aki iszonyatos jó gondolatok voltak, és nagyon jó magyar emberek voltak, bárhonnan a világot telefonálhattak. És ezeket én nagy részét nem hallom. Most hangsúlyozottan már nem vagyok hiteles ebbe a dologban, mert én már nem hallgatom egy jó ideje, viszont elküldik nekem akkor, amikor minket érint, és én nem örülök, hogy velünk foglalkoznak, főleg akkor, amikor a hazugságok jönnek, hogy itt, akik ide járnak, azok itt megfertőzöttek, meg ilyen, meg ilyen, meg mindenféle marhaságot. Én úgy gondolom, hogy minden valótlan dolognak van nyilvánvaló egy mozgatója, vagy szándéka, és ezt pont Kobényi Tamástól hallottam, hogy Miklós, amikor téged legjobban szít valaki, akkor csinálja a legjobban, ha utadon vagy, és ne is törődj vele. Nem törődnék ezzel a dologgal, mert ez egy jó tanács volt, és ezt tudom is alkalmazni. Csak az a baj, hogy vannak benne rágalmak, hogy mi általunk itt meghalnak emberek, meg veszélybe vannak, meg minden. Hát szóval azért gondoljátok végig, hogy ezt nem lehet úgy kezelni, hogy az ember lesöpri az asztalról. Nyilván van, aki nem ismer inget, vagy nem volt nálunk, ezt a hülyeséget el is hiszi, de ha ez így lenne, akkor már sokan nem is állnának, vagy nem is ülnének, hanem azt mondnák, hogy hú, hát ez egy olyan, ahol megfertőzöttem. Te jó magad, nem egyszer voltál nálunk, soha nem lettél beteg másnap, soha nem lettél, nem? Soha nem volt ilyen érzeted. Akik itt vannak és ide járnak a közösségünkbe, vagy akik majd hallgatni fogják, azok se. Tehát én azt tudom mondani, hogy minden közösség olyanná formálódik, amilyen a közösségnek a szellemi vezetése adatik. Tehát ha egy olyan gyűlölködő a közösség, akkor valószínűleg a vezető és gyűlölködővel aspektusokkal rendelkezik. Ha valahol egy közösségben mindenki megbetegszik, akkor valószínűleg az egésznek az oka az, hogy egy igen komoly probléma van ott. Ugye én hallgatva azt, hogy én, az a legfontosabb üzenete Tamásnak, hogy tudjál róla, hogy a teremtő előtt kuporodjunk és könyörögjünk és meg vezekeljünk, hát elmondom neked, hogy a teremtő előtt nem kell könyörögni, meg kuporogni, meg mit tudom mit csinálni, mert a teremtő nem erre talált el a teremtményét. A teremtő arra találta ki, a valódi teremtő, nem tudom, hogy most akkor melyikről beszél, mert tudok olyat, amelyiknél kuporogni kell, meg könyörögni kell, meg csúszni, mászni, de az nem az igazi teremtő. Az igazi mindenség teremtő, a jó Isten, az pontosan azt kérdezi, hogy ne kuporogjál, ne könyörögjél, szeress engem, de úgy szeress engem, mint saját magad, és a többi embertársadat. De ezt nem kell kuporogva, könyörögve tenni, nem kell gyűlölködve tenni. Aki erre biztat engem, az valószínűleg nem a jó Istennel akar velem összehozni, vagy minket, hanem valami olyannal, amelyik ezt várja el. Tehát akkor innentől már csak egy mozdulat, hogy áldozatokat is mutassunk be, esetleg véráldozatot, vagy valamit még szeretnének. Nem tudom, tehát mérhetetlenül távol áll tőlem ez a gondolkodás. Tehát a jó Istennel mindenki jó kapcsolatban van. Én úgy érzem, hogy nincs is okunk nekünk másba lenni, de a jó Isten soha nem vár el tőlünk olyan dolgot, ami megalázkodás, hogy alázkodjunk meg. Miért kéne? Jó Isten nem megalázkodást vár el, hanem szeretetet, fejlődést, gyarapodást, tudást, megtapasztalást, és mi a vége? Hogy oszd meg, add tovább. De ezt nem kuporogva, nem megalázkodva. Mert minél több tudásod van, minél több megtapasztalásod van, annál több mindent tudsz továbbadni. És mi az igazi öröme annak egy igaz teremtőnek, a jó Istennek? Amikor a teremtmény az útján van. Nem akkor, amikor ott esdekel, meg ott szinte görnyedve, és mindenféle áldozatokkal kell, őt, nem kell kiengesztelni a teremtőt. A teremtő köszönni jól van, nem kér áldozatot, nem kér semmit, egyet kér, hogy azt az útmutatást, amit beléd kódolt a születésed, benne van a genetikádban, a DNS-edben, azt engedd szabadon, működtesd. Mert ma azt látom, hogy az emberek nem ezt engedték szabadon, hanem a félelmük alapján különböző hipnotikus, meg különböző programokat hajtanak végre. És ez nem a teremtő, nem a jó Istenből ered. Na itt van az igaz üzenet mindenkinek, hogy,
hogy a Jóisten az benned van. Úgy is tudsz vele kommunikálni, hogy belső hang, a lelked, a sugallatod, nem kér érte semmit, a lelked nem szokta mondani, hogy áldozatokat hoz, egyet kér, hallgass meg őt, mert ő a te legjobb társad. És ki akkor a legjobb társad? A legjobb barátod? Tehát maga a Jóisten. Soha nem kell neked kuporogni, meg ott könyörögnöd. Azt kell tedd, ami a feladatod. Úgyhogy, és azért is gondoltam, hogy Ildikó, neked is legyen meg ez a lehetőség, hogy meg tudj szólalni, mert téged is rendkívül sokszor aláztak meg, meg mindenféle volt, tehát te már ávós gyerek, már minden voltál, te csak akasztott ember, nem? De ha rajta múlik, az is lesz, nem? Voltam én már makogó majom, meg kontraszelektált tanár, meg gonosz szándékkal érkező idegen, aki meg akarja szerezni a televíziót. Szóval a többit hadd ne mondja. Úgyhogy igen, de mielőtt ezt tisztáznánk, én szeretném, hogyha mindenkinek a kezdet-kezdetén egy olyan dolgot mesélhetnék el, amikor az ember hát szakítani akar, vagy igazságot tenni egy bizonyos dologban, mindig ott legyen a szeme előtt. Ez pedig egy japán kert. Tehát nem tudom, hogy a japán kerteknek a fölépítéséről ki hallott, vagy ki foglalkozott vele. Szóval minden japán kert az egy filozófiai, majd bekapom valamelyiket. Egy filozófiai. De nem hallod? Filozófiai. Jó, filozófiai igazságot jelképez. Van egy olyan fajta elrendezésű japán kert, hogy hét darab sziklát helyeznek el a japán kert különböző helyein. Mert ugye ott vannak ilyen kis patakocskák, meg hidacskák, meg sziklák. Na most úgy helyezik el ezt a 7 darab sziklát, hogy ha valaki belép ebbe a kertbe, és körülnéz, mindig csak 6-ot lásson. És ez mit jelképez? Az, hogy én, mint ember, a magam fizikai valóságában a teljes igazságot soha nem látom. Tehát amit én most mondok, én annak a tudatában mondom, hogy én ezt tudtam meg, ezt így szűrtem le magamban, tehát, hogy valóban mi van mögötte, azt nem látom. Azt csak a Jóisten látja, és hogyha én most valamiben ítélkezem, akkor lehet, hogy valamiben tévedek, de lehet, hogy nem. Tehát ezt szerettem volna előre bocsájtani, hogy igen, tehát ebben az Álmos király történetben van egy olyan vonal, amit én a mai napig nem értek, és ezt én mint hatalmas gonoszságot értem meg. Tehát én úgy estem be az Álmos király televízióba, hogy valaki odavitt. Én akkor már kutattam a magyar tudósok sorsát, mert ez egy családtörténetből következett, és borzasztó katasztrófákra, meg nagyon nagy tragédiákra bukkantam. Erről írtam egy kis tanulmányt, odaadtam Kubinyi Tamásnak, akit én nagyra értékeltem, és nagy tudásúnak tartottam, és tényleg, szóval mindazt, amit ő ott csinált, azt a magyarság érdekében valónak gondoltam, és volt bizalmam benne. És ő ezt a témát fölkarolta. És én ezért a mai napig hálás vagyok neki, hogy érdeklődést mutatott, és utána lehetőséget adott, hogy ezt a témát hát ismertessem, és ő is belefolyt, amennyire ő abba tudott. És jó, hát a kutatás az olyan, hogy nincs mindig szenzáció.
Tehát van úgy, hogy egy hónapig az ember nem talál semmit, utána pedig valahogy összeállnak a dolgok, és akkor jön valami furcsa dolog. Na most folyt ez négy vagy öt évig. Tehát együtt dolgoztunk, meg ő igyekezett segíteni egyéb vonatkozásban is. És én meg igyekeztem hálás lenni, mind szellemileg, mind hát anyagilag. És olyan szorosan együttműködtünk, hogy hát tényleg az egész munka már össze kapcsolódott, és ők is úgy éreztem, hogy becsülnek engem, és én megpróbáltam úgy viszonozni ezt, hogy mivel ők többször hangoztatták, hogy úgy tekintenek rám, mint rokonra, mint családtagra, hát én megpróbáltam ezt úgy is meghálálni. Aztán itt ez nem tetszett nekik, ahogy én próbáltam, más formát kívántak meg, az pedig nekem nem volt. Hát biztonságos, és akkor ez így elhalt. Csak hogy ezután történt valami, mint hogyha hátat fordítottak volna. És mint hogyha nem akartak volna velem szóba állni. És akkor kaptam tőlük teljesen váratlanul írásban egy olyan minősítést, hogy ezt a nemtelen rágalmazót nem akarják többé hallani. És többé ne is szólítsam őket a nevükön, mármint ne írjam le. Hát ez annyit jelent, hogy szépen menj el az én olvasatomba, és ne is írj, mert ugye a levelet azt úgy kezdjük, hogy megszólítom. Hát akkor ne is írj. Hát akkor jó, hát valaminek kellett történnie. Tehát addig annyira segítőkészek voltak, és annyira hát kedvesen, meg barátian álltak hozzám, hogy én ezt nem tudtam mire vélni, és én arra gondoltam, hogy hát... Szóval itt valami a háttérből irányítja őket. Mert olyan témákkal foglalkoztunk, hogy az amerikai tudósok, akik ugye az atombombát készítették elő, azok mind ugye egy bizonyos népcsoportból származtak. Ezt aztán fejlesztettük tovább, hogy hát hogy lehet az, hogy csak abból a népcsoportból jönnek a tudósok, hogy lehet az, hogy hogy kiváltságos helyzetben vannak tudományos téren, művészeti téren, akármi. Szóval belementünk ezekbe a témákba, amik tények, tehát nem gyalázkodtunk, hanem fölnyitni az emberek szemét, hogy itt azért a pénzvilág keményen befolyásolja mind a tudományos életet, mind a művészeti életet. Tehát ez már egy nagyon, nagyon hát, törékeny téma. Tehát ezért tényleg valaki beleszólhatott az ők adásaikba, és én féltettem az adást, tehát a Málmos Király televíziót, amelyik jó magyar emberek televíziója, úgy láttam. És ezek után, hogy rám azt mondták, hogy nemtelen rágalmazó vagyok, fogalmam se volt, hogy miről van szó, ezek után én nem mentem el egy előadásra, mert vártam, hogy valahonnan tisztázzák, hogy miért írták ezt, vagy kényszerre, vagy akármi. Szóval én nem akartam nekik rosszat, mert tudomásom szerint értem már őket. És erről szó se volt, hanem azt az előadást, amit a globalizációról, tehát ez egy nagyon-nagyon kényes témáról akartunk megtartani, mert akkor találtam rá sok adatra idegen nyelven, és azt szerettem volna nyilvánosságra hozni. Azt az előadást pótlólag fölvettük, és föltettük a YouTube-ra. És
semmi olyan, hát persze azokra a címekre küldte el, aki segít nekem, Szent Györgyi Péter, azokra a címekre, amiket az Álmos Király televízió újságjában közzétettek. Tehát ezek nyilvános listák voltak, és azokra elküldtük, hogy elmaradt egy előadás, pótoljuk. Mert én soha nem hagytam el tanárkoromban se előadást, úgyhogy szégyeltem volna. És erre jöttek aztán olyan gyalászkodások, amik az Álmos Király legbelső köreiből kellett, hogy jöjjenek, amik becsületsértők voltak, lejáratok voltak, a női becsületemet sértették meg, és senkinek tüntettek fel, aki makog, mint egy majom, aki nem tud semmit, mástól lopja, meg internettől lopja, amiket előad. És ez tartott aztán hónapokig. Hát persze nyilvánvaló, hogy nem mentem vissza, és még mindig abba reménykedtem nagyon sokáig, hogy itt valakik a háttérből mozgatják őket, hiszen ők jó magyar emberek. Hát nem. Eltelt 3 év, most lesz az évfordulója, és most is folytatják, talán nem olyan intenzíven, de folytatják. A múltkoriban tehát megjelentem egy olyan előadás sorozaton az Aranybulláról, ahol véletlenül ez a vezető is ott volt. Ez úgy jött vissza az adásokba, hogy én vissza akarok csúszkálni hozzájuk, de először az utolsó sorba üljek le. Majd ők meggondolják. Édikomban már nincs olyan. Mert már egy sincs. Na, szóval ez az elsőbe is. Igen, ez a történet. Igen. Igen, tehát még egyet hozzá kell tennem, hogy azért a gyanúm, hogy itt más is van mögötte, hogy az nem egészen alaptalan. Tehát amikor ez a nagy változás történt, akkor ennek a vezetőnek volt egy balesete. A Kubinyi Tamásnak. Kubinyi Tamásnak, igen. Aztán, hogy milyen baleset, mert ő ezt elhallgatta. Vagy mi történt ott, soha nem került elő. Úgyhogy én ennyit tudok a dologról, akikkel eddig beszéltem, és akik akkor ott szem és fültanúi voltak a dolgoknak, annyit elárultak, hogy az előadások után nem az előadás témájáról volt ezekbe a csoportokba szó, hanem a lejáratásról, hogy rólam is miket pletykáltak, miket, milyen rágalmakat, olyanokat adtak a számba, olyan mondatokat, amik hát szóval tényleg már karaktergyilkossági módszerek, amiket tényleg a titkos szolgálatok használnak. És ezt nekem elmondták, hogy igen, ezek titkos szolgálati módszerek. Na most, hogy mi van mögötte, és hogy ki az, aki ezt az egészet hát vezényli, és hogy mennyiben egy szorított helyzetben történt az egész, és most már annyira belekeveredtek, hogy ki se tudnak belőle mászni, ezt nem tudom. Tehát a japán kert. Ez történt, ez az igazság. Engem a sárga földig lepocskondiáztak, és hát én vártam, hogy valami más megoldás lesz, és más kimenetele a dolognak. És 3 év eltelt, és most azt hiszem, hogy eleget vártam. Köszönöm szépen. Én azt tudom neked erre mondani, hogy
csak a saját példámat. Ugye? Te tanulja voltál, mert te is ott voltál azokon az előadásokon, amiket tartottam Csepelen, amiben egy lazán 21 egyiptomi műsor ment le. Igen. Az egyikben még te is meg is szólítottál, hogy az egyiptomi halottas könyvet feszegessük. Bizony. Igen. Három Bucsecs, három Bosznia, ezek úgy, hogy van eltűntek, kettő Anunnaki. Most a legszebb az, hogy ez az Anunnaki hihetetlen nézet volt. Ma már nem lehet bizonyítani, mert töröl vele. Nem számít. Akkor egy nézettsége volt a műsornak ebből, és oké, nem volt a profiljában, mert másról szólt, de mint minden olyan, ami bejön egy új irány, egy új történet, az emberek érdeklődését felkeltette, és ezáltal az adott programnak, tehát a csatornának, tehát televíziónak is egy új profilt nyitottunk meg. Emiatt azt is hallgathatta azt is, ami addig szólt. Uh-huh. És egy egész komoly közösség verbulázott össze. Na, mi lett ennek a vége? A második Anunnaki után, amit vártuk, hogy lesz egy folytatás, lett egy harmadik, amiben már nem én voltam, hanem ő volt, de meg voltam hívva még az Attila Hotelbe. Sokan ki eljöttek mondván, hogy akkor biztos, és akkor én már nem ültem ott, hanem hallgattam a nézőtéren, és engem bírálva megtörtént az a bizonyos harmadik, majd legyedik, negyedik, ami helyreigazítást kapott. Csak tudod, az a baj, hogy engem nagyon sokszor megvádolt a Tamás, hogy biztos, hogy én egy különböző zsidó szerzők, például Zicsin, meg Teringer, meg mit tudom én már kiket beszél, hogy ezekre hagyatkozom, és ebből idézgetek, meg én ezt olvasgatom. Na most, hogy tudjátok, a legjobb, aki elég régen ide jártok, én nem szoktam könyvekből olvasgatni, meg idézgetni, fejből idézgetek, és te is fejből tartod az előadásaidat, vagy a gondok, azokat, amiket meg szeretnél az emberekkel osztani. Ez még azt mutatja, hogy alapos ismerője vagy a témának. Két esetben lehetsz alapos ismerő, vagy nagyon-nagyon jól tudod, és az összefüggéseket is megismerted, mert volt lehetőséged a kutatások alapján, vagy ne adj Isten, van egy másik változat, amit nyilván Huvényi Tamástól kirázza a hideg, hogy esetleg autentikus vagy, kapcsolatot hoztál le, esetleg lehozott csatorna. És tudod, ez az igazi gond, amikor ezzel nem lehet mit kezdeni, az a legjobb módszer, lejáratjuk. Mégis csak azt kell mondjam, hogy én is, meg te is megköszönhetjük a Tamásnak a műsorát, mert megismertük egymást. Én nekem soha nem lett volna tervembe, hogy anunnakizzak. Ez a műsor hozta meg, mert rengetegen utaztam nagyon-nagyon sok fotót, és itt volt az első olyan érzetem, hogy bemutatok belőle Egyiptom, Bosznia, meg ezek a történet, meg még több lett volna. De nem lett volna a csatorna, nem lett volna ez. A szándékon biztos nem lett volna ilyen. Tehát megköszönhetjük. De még egyszer megköszönhetjük a sorsnak és a jó Istennek, úgyhogy nem kell lekönyörök, és nem kell térdepeljek, és nem kell vezekeljek, és nem kell bűnjeimet megbocsájtatni, hogy ő megmutatta azt az oldalát is, amivel fel kell ismerjem, hogy ez nem az utunk, és a te utad se ez. Mert mi azt szeretnénk, hogy az emberek minél több dolgot ismerjenek meg, mi nem fogjuk eltorzítani, mi ha valakit azt mondom, hogy menjen el egy helyszínre, amiről beszélek, meg is fogja találni, tehát nem egy plágizálás, nem egy ilyen fikció, amit őszól blablázunk, mindegyik bizonyítható, viszont a sors megmutatta azt, hogy mi jól döntöttünk, illetve ő azzal a döntéssel, hogy elkezdett minket lejáratni, illetve teljesen elferdítettem, mondja el a gondolatainkat. Ezzel nekünk viszont van egy üzenet, nekünk soha többet erre nem kell figyelni, nekünk megvan a magunk útja, bizonyíték, hogy nagyon sokan nézik meg azokat a gondolataidat, amit meg szoktatok osztani a Péter csatornáján, a Szent Győri Péter csatornáján. Nagyon sokan megnézitek az összes videónkat, és jó úton vagyunk. És köszönjük szépen Tamásnak, aki mocskol minket, hogy egyre több ember rájön, hogy ez a mocskolódás, ez tényleg arra jó, hogy rávilágítson arra, hogy mi, amit mondunk, azzal ő nem tud mit kezdeni. De most is azt mondom, és mindig is azt fogom mondani. A lónak is négy lába van, mégis meg tud botlani, az embernek kettő van, és azt se tudja használni. De azért azt nem lehet elvárni tőlünk egy életen keresztül, mi csak eltűrjünk, egy olyan gondolkodást, egy olyan bírálatot, aminek se háttere, se valóság alapja nincs. Azért, mert akár egy megbízás, hogy te így érzed,
akár ő egy teljesen más neveltetésben, egy teljesen más gondolkodásból adódóan ő így gondolja, én tiszteletbe fogom tartani ki, hogy gondolkodik az övét is, de ettől még én el fogom mondani meg te is azt, amit találtunk, vagy amit megtapasztalunk, vagy az, amit kapunk, hogy el kell mondani. Mert ez a kettőnk között a különbség, hogy minket nem bíz meg senki, hogy ezt mondjam, mi azt mondjuk el, amit nekünk el kell mondani. És ez neked egy nagyon fontos dolog, hogy te is elmondod. Igen, mert én azért kezdtem ebbe, én ezt örökségként kaptam, hogy azt a sok, azt a sok hazugságot, tehát Drábik János biztos el fogja mondani itt, hogy a hazugság korát éljük. Na most mindenkinek az lenne a feladata, és biztos, hogy nagyon sokan csinálják, csak talán nincsenek annyira tudatában, hogy a hazugságokat leleplezni, mert attól jön rendbe a világ, meg attól jön rendbe az emberek lelke. Tehát ha nincs az emberek lelke rendben, akkor megbetegszenek. Tehát ezt a kort érjük, és én ezeket, amiket találtam, ezeket tovább szeretném adni, és azzal a céllal mentem én oda az Álmos Király televízióhoz is, hogy talán ott kialakul egy műhely. Ez volt nekem is a szándék, amikor igen, sok műsort adtuk le, különböző helyszínekről jártunk a világban. Igen, tehát jönnek majd az információk a hallgatóságtól. Hát a mai napig rengeteget tanulok. Tehát olyan könyveket ajánlanak, olyan pár mondatos beszélgetésből rájövök dolgokra, amiket a beszélgető nem is tudja, hogy nekem mekkora kincset adott. Szóval ezek a műhelyek, amikért az ember elmegy, meg építi a kapcsolatait, mert hasonló gondolkodású. Tehát a hazugság leleplezése, és mivel hogy szerintem mindenki látja, hogy most már elérkezett a világ a végső veszélybe, tehát a szakadék szélére, most már ezzel kellene foglalkozni, és egymást segíteni ebben. És nagyon fontos, mindenki, aki sokat a saját kis családjában. Tehát, hogy mondjak egy példát. Egy bizonyos kedves ismerős, aki valahogy végigélte az egész szocializmus, kommunizmust, valahogy kivédték, hogy hát elpusztítsák a családot, mert 45 előtt az ő édesapja a repülésfejlesztésnél, tehát a repülésfejlesztésnél és a fegyvergyártásnál volt honos. Tehát 45 után ezek lettek a fő ellenségek. És nem is az apja, hanem a nagyapja. És tény az, hogy 56-ban máig se tudja az ember, hogy mi történt, de valami történt, és börtönbe került a nagyapja. A családban nem merték elmondani. És ez a nagyapa a Szegedi Csillagbörtönben halt meg hirtelen 56 után. Csak egy értesítést kaptak, hogy meghalt, temetjük holnap. Ezt a levelet kapta. És ezek az emlékek, ezek a terhek lehet, hogy minden családban ott vannak. Tehát föl kell tárni, mert ezeknek a szelleme, én meg vagyok győződve, hogy itt vannak körülöttünk. Tehát az igazságot keresik, kérik. Nem hiába írta meg Shakespeare a Hamletet. Tehát visszajár. És segíteni kell, hogy ezek a dolgok, a titkos dolgok, a gazemberségek napvilágra kerüljenek. Nem azért, mert bosszút akarunk állni. Tudni kell róla. Ennyi. Igen. Köszönöm. Igen, még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy te is bizonyára sokszor hallod, hogy Rámos Király televízióban ki van adva, hogy nem járhat sehova, csak azt nézze, meg akkor találk, meg oda menni, meg amoda.
Én most itt mindenkinek mondom, meg majd nyilvánosba is. Ha én ilyet mondok egyszer is, hogy ti nem járhattok sehova, meg ha elmentek, akkor ide nem jöhettek, akkor én mondom, hogy soha többet ne akarjatok ide jönni. Szóljatok, hogy megtévedtem. Mert ilyet mondani csak akkor szabad, ha el akarod zárni a valós igazságot, azzal, hogyha megtud valahol valamit, és kiderül, hogy amiben van addig, az egy zsákutca lesz. Tehát nem tudom, hogy ez mögött mi rejlik, van nyilván elképzelésem. Én úgy gondolom, hogy az a nézettség, amiből elindult az Álmos Király televízió, és ahova ma eljutott, az egy teljesen tiszta üzenet, hogy ez a szellemiség, amit ma követ, ez eljut oda, hogy önmagát fogja felszámolni. Tehát az, hogy egy külső kirándulásra esetleg 10, 20 vagy 30 ember fog elmenni, és ez olyan időben is, amikor akár több száz vagy ezer ember is el tud menni, és erre jó példáink vannak, ugye? Itt sokan voltatok. Akkor az mutatja, hogy valami nem stimmel. De nekünk nem dolgom, és nekem biztos, hogy nem is lesz soha dolgom, hogy én azt nézzem, hogy ő miért lett ezen az úton. Nekem az a dolgom, hogy olyanra én soha ne vigyek senkit, és én magam ne tévedjek rá. Nagyon-nagyon sokszor kapok olyan üzenetet, hogy jó lenne, ha abba az irányba beszélnék, meg segítsem ezt, meg azt, meg amazt. Én elmondom nektek, én soha egyik irányba se kívánok menni, középen szeretnék maradni. Középen, mert bebizonyítottam mindig, és be is fogom ezután is bizonyítani, hogyha semleges vagy, az nem jelenti azt, hogy nem törőd semmivel. Az azt jelenti, hogy figyelő tudtál maradni. Nem tudtak eltéríteni bizonyos dolgok, szándékok, vagy anyagi dolgok miatt. Mert valljuk be, nagyon sokszor az anyagi motiváció ott áll mögötte. Ha eljössz ide, akkor kapsz ezt, meg ilyen lehetőségeket. Tehát hosszú távon biztos vagyok benne, a középen állás az a jó. És a középen állva fogod megtapasztalni a jó dolgokat is, meg a negatív dolgokat is. És a kettőből össze tudod hozni, hogy az utadon vagy. És ehhez a nektek a legnagyobb segítség mindig egy életen keresztül a saját megérzésetek, a belső hangotok. Nem véletlen, egyik se soha nem mondja, hogy befele kell menni. Befele nincs jobb oldal, bal oldal, ilyen oldal, ilyen ideológia. Az a belső hang világa. Az a Jóisten világa, az a teremtő hangja benned, amit olyan gondosan igyekeznek, gondos kezek meg médián keresztül tönkretenni, illetve föl se ismered. Mi a legjobb megoldás? A belső hangodra figyelés. Ennek nem egy bonyolult technika ez. Tehát nem kell arra gondolni, hogy itt most valami, be kell iratkozni valami tanfolyamra, be kell majd valami szektába, még mi szektársak is szoktunk lenni, tudod, szektársak, meg már voltunk itt már minden, csak tényleg. Én csak azt mondom, hogy minden címkét ránk fognak akasztani, hát ha valamelyikre azt fogjuk mondani, hogy ez jó gondolat. Én se szekta nem leszek, se sátánista nem leszek, se nem leszek utálkozó semmilyen faj meg rassz ellen, mert azt gondolom, hogy minden fajban és rasszban van pozitív, és mindegyikben van negatív. Na most ezt kifejezetten fajra, színre, rasszra mondani, hát azt kell mondjam, hogy akkor borzasztóan nem vagy tájékozott. Ez a ma emberének a legnagyobb mérge, mert bele tudták ültetni a gyűlöletet, és el tudták vele hitetni, hogy csak mi mondjuk neki az igazat. Nézzétek meg, vannak csoportok, akiket be is áldoztak ezért már. De mindegyiknek van lehetősége megtalálni az útját. Igen, és hát akkor, amikor én ezeket a szörnyű rágalmakat, világgá kürtölt rágalmakat kaptam, akkor hát Miklós volt az, aki fölhívott, és teljesen én, aki bénult voltam, hogy lehet, hogy ez megtörténhetett, hát ő is megpróbált egy pár emberrel, hát megpróbálta helyrehozni a lelkemet, hogy azért nehogy elvadultan az emberektől valahogy elgalgassak. Igen, tehát Miklós volt az egyike azoknak, akik nagyon nagy erőt adtak. És ezt itt köszönöm neki. Úgyhogy... Csak annak tudok erőt adni, akiben még sok minden van, ami még nincs kiadva. És aki érti is, hogy a hazugság az nem az ő vesztesége, a hazugság annak a nyeresége, aki végre akar rajta
Nem. Ildikó, nagyon sok dologra van még szükség, amit te csinálsz, és nem véletlenül majd a következő részben már arról fogsz beszélni, amiben foglalkoztat, ami a mai világ gondolatai, problémája, üzenete, mert tudjátok, pontosan ez a Tamásnál, amit mindig fölfedek, hogy állandóan összefogásról beszél, meg a magyarságnak össze kell fogni, egyesülni, és te tudod a legjobban, hogy ha valaki ezt soha nem teszi meg, ez pont ő. És azzal, hogy egyik piatra a másikra egy általa kedvenc csoportot, akár pártot, akár vezetőjét, vagy akár bárkit, egy tagját, pont az ellenkezőre is meg tudom mutatni, az azt jelenti, hogy nem mi nem vagyunk az utukon, ő nem tudja. És hát akkor még finoman fogalmaztam. Igen, és most már tényleg egy utolsó gondolat, hogy azt figyeljük meg, hogy itt vannak bizony a háttérben olyan erők, amik nagyon értenek ahhoz, hogy megosszanak bennünket. Na most, aki felületes, az nagyon könnyű bevonni. Tehát egész egyszerűen fülbesúgva ezt a rágalmat, azt a rágalmat rászórja a kis sötét sarkokban. És úgy, hogy nem is ismert téged. Igen. Igen, és nem tudja a dolgok lényegét. Vagy csak felületesen hallott valamit, és kiforgatja, mert hallott egy rágalmat. De annak jobban hisz, mint a régebben ismert, úgymond barátjának. Tehát itt a baj, és ezt mindannyiunkkal meg fogják próbálni. És én azt mondom, hogy mindig utána kell menni. Több forrásból, sok forrásból utána járni. Tényleg mondta azt? Tényleg tette azt? Vagy ezzel akarnak elriasztani tőle? Tehát én ezt tapasztaltam, hogy ez a magyaroknál sajnos jobban megy, mint más nemzetnél. Tehát erre kérnék mindenkit, hogy utána járni. Gondoljuk el, a média ebbe profi. És most egy népmesei szituáció. Elmegy a kiskanász a hétfejű sárkány barlangjához, hogy megmentse a faluját ettől a despota emberevőtől. Mit csinál a média? Oda megy a barlang elé, és amikor megérkezik a kiskanász, csinál egy képet. És ezt úgy adja, olyan címmel adja köze, hogy kivel tartja a kapcsolatot a kiskanász, pedig azért ment oda, hogy kicsalja, és végezzen vele. Tehát a média csalás módszereit ismerjük fel. Köszönöm szépen. Hát én azt gondolom, hogy ezzel le fogjuk zárni a Hámos Király Televízióhoz való reakciónkat, reagálásunkat. Én azt érzem, hogy nekünk ebben nincs dolgunk már tovább. Aki ezt hallgatja, vagy aki ebbe akar élni, az tegye nyugodtan. Nyilván, ha nekem elküldik, hogy hallgass meg, hogy gyaláznak, már nincs dolgom benne. És az a legszebb, tudod, hogy tényleg olyan emberek bírálnak minket, életükben nem találkoznak velünk, ha egyszer venni a fáradtságot, hogy eljönne közénk, vagy meghallgatna bárhol, és nem agymosásba venne részt, akkor rájönne, hogy mi se a Huvinyi Tamással nem vagyunk ellenségesek, se ővel, se senkivel, hanem egyszerűen tényszerűen elmondunk olyan dolgokat, amit nagyon sok helyen nem lehet elhallgatni, elmondani. Viszont nagyon jó meg lehet torzítani. És itt van figyelmet arra is, hogy mi senki ellen soha se fogunk lázítani, senki ellen soha nem fogunk gyalázkodni. Egy dolgot szeretnék mindig elmondani, hogy ez az ország, ez a magyar nép, aki borzasztóan régóta nagyon-nagyon sokat szenved, és nagyon sok megaláztatásban van része. Felhívjuk a figyelmét, hogy egy ország lakosságból áll. A nép az egyedekből áll, személyekből áll. És attól, hogy egy ország, vagy annak a sorsa hogy alakul, annak döntő szerepe van az, hogy az egyén mit tud ebből kihozni magából. Mennyire hagyja magát befolyásolni, mennyire hagyja magát ideológiákba, mennyire hagyja magát gyűlöletbe vinni.
És a magyaroknak most olyan időszak fog jönni, ahol már nekünk nem egy Ámos király tévére kell válaszolni, hanem más dolgunk van, arra kell válaszolnunk, hogy segítsük ezt az országot abba az irányba elmenni, amire elmozdult, és határozottan tudjuk, hogy elmozdult, és hajtsa végre azt, hogy felemelkedjen az ország. A magyarság lesz a végrehajtója a felemelkedésnek, de ez nem csak egy ország emelkedik föl, nem csak ez a nép, hanem az egész fajnak is egy példát tudunk mutatni, nem csak Európában, hanem az egész bolygón. Mérhetetlen bölcsesség van a mi hátterünkben, már a népnek a hátterében, óriási a múltunk, Hunszkét a múltunk mérhetetlen nagy, és ezt kell mindenhol, minden szinten, minden előadáson, minden összejövetelen ismertetni mindenkivel, hogy ő is legyen tagja annak a közösségnek, de már tudatos tagja, hogy érti a múltját, és tudja, hogy mi a dolga. Ha ezt fogja tudni, akkor azt gondolom, hogy nincs probléma. Úgyhogy annyi még egyszer, tehát többet én nem kívánok Hubigyi Tamás álmosjával foglalkozni. Szerintem az a legjobb, ha mi a saját utunkat járjuk, és hagyjuk mindenkit, ha csinálja. Majd egyszer elfogy az érdeklődő, és akkor rá fog jönni, hogy fölösleges. Jó? Úgyhogy köszönöm. Itt meg fogunk állni majd, jó?